Sziasztok, ez itt a Bögre csatorna, és folytatjuk a Kálmán nem is volt pulpos sorozatunkat, ezúttal a 9. részhez értünk el. Nem mintha számítana, mert Kálmán is dead, is dead and buried. Nem tudom, ez megvan-e, de Kálmán, aki egyébként a... most hirtelen nem is találom, hogy kinek volt a fia, de hogy ő meghalt. Ja, ez, ez, így megtörtént. Ahol oh, nem csak a leszünk. Nagyszerű. Uh, van összesen 16 élő tagja a házunknak, összesen 44. Azért ezek, ezek, ezek kezdőszámok. Ezeket a számokat még lehet felfelé pumpálni. Szóval itt van Gyuk Kálmán, az egyik csatában halt meg. Nem is, hát elég régen nem is régen, nem, 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 most halt meg két hónapja a csatában. Ez volt a, a, Kálmán, aki nem is volt igazából pupos. És amit meg akartam nézni, az az, hogy Lambert. Hogy Lambertnek miért adtunk megint területet? Azért, mert megint szeret. Tehát, hogy elvettük olyan területet, ami, ami nekem kellett, viszont, viszont kiderült, hogy így, tehát így megbeszéltük egy kávé mellett, hogy így, ki mit gondol az életről, meg hogy így, így mit, mit szer, és rájött, hogy meg igazából jó arc. Szóval, Éjjel Lampert. Uh, tudok felállítani hadsereget? Nem, ez az összes igaz? Na mindegy, egyenre nyerjük a, a besenyők elleni háborút. De az a Krima is benne van ebben a háborúban. For some reason. De ez nem kéne, hogy gondot okozzon. Csak azért akarom befejezni, hogy mindenképpen megkapjam az értejáró pénzt. Nyilván amúgy így veszitek pénzt, de az megint más kérdés. És közben felment a devotion most már pályati, az a Devoted Servant szintjén van, ami örülten jó dolog. Ezzel a sereggel pedig ideálok. Ugye két seregen van most jelenleg, azokkal ostromlunk. Uh, miket említettetek még most gondolkozok, hogy mi volt az, ami, ami esetleg felmerült. Há, nem jut eszembe semmi. Itt van, egy, itt van egy másik ostrom. Ezt gyorsan megnyerjük, mert nálam vannak az ostromgép. No, itt nincsenek ostromgépek. Itt vannak az ostromgépek. Itt vannak az ostromgépek. Mindegy, gyorsan megnyerjük. Nagyon jól haladunk ezzel az ostrommal, ne kérdezzétek miért. Szerencsénk van a dobásokkal. Úgyhogy most fogjuk és ezt a sereget visszadobjuk. És uh, itt felszabadjuk Trigovis tét. Ja, ja, ez így jó lesz. Ott van egy másik ellenséges sereg. Miklós végre felnőtt. Nagyszerű. Nagyszerű és Institute uh, Intellectual, Intellectual lett vagy Astute Intellectual, ami hot learning, és 30% learning lifestyle experience plus, ami hát nyilván nem a legmagasabb, de elég, elég jó, pretty good. Én ezzel elég boldog vagyok. Szereztünk újabb embereket a börtönünkbe. Most azt hiszem, nincs arra szükség, hogy rettegjenek tőlem. Nincs. Nincs arra szükség, úgyhogy ha el tudom, akkor érdemes őket eladni, mert mint nem eladni, hanem kérni értük pénzt. Viszont ha nem tudom, uff, ők is megnyerik ezt az ostromot, fantasztikus. Nekik is szerencsék volt. Szóval, hogyha viszont nem tudom meg ö, eladni őket, akkor lehet, hogy kivégzés mellett döntünk. Lement 37%-ra a war score. Köszönhetően annak, hogy ugye megszerezték a vorgolt, mondom trigovista a Gold. Lesz egy csata, amit a játék szerint nem nyerünk meg olyan könnyen szerintem, de igen, övék a több szempontból is. Milyen háborúhoz csatlakoztam? Szóval a több szempontból is övék. Oh! Hello! Oh! What the fuck? Oké. Okay. <laughs> Itt mi történt? Lesser Poland szerzett területeket. Oh, ez a Lesser Poland, ez nagyon nagy probléma lesz. Nézzük meg, mekkora ez az embert jó ég, és óriási területei vannak, úgyhogy azonnal kezdjünk el vele barátkozni egyrészt. Másrészt remélem, hogy születnek gyerekei mert ezt szét kéne dobálni majd a gyerekek között. Na mindegy, lett itt egy plusz Magyarországunk, egy kis Magyarország a Nagy Magyarország mellé. És viszont ez kivált, Novosil. Felteszem, mert neki meghalt az apja? Nem, nem, nem azért. Mindegy, Novosil most önálló. És Novosil egyébként háborúban is van. Csernigovval. Mi is háborúban vagyunk Csernigovval. Érdekes, majd ezt a clusterfuckot mindjárt megnézem. Csak előtte szeretnék itt végezni, és uh, meg is ha- Meghalt ő, akivel most próbáltam jóba lenni. Jézusom, mit történik itt? Ki ez a Novosil? Ez egy önálló ország lett. Uh, mi lenne, hogyha nem? És a szövetségesem? Ez hogy jött ki? Ha, na jó, megvárom, hogy itt elrendeződjenek a dolgok, mert itt nagyon funky dolgok történnek. Felszólult egy tanácshely, az biztos. És be tudunk rakni nőket is a tanácsba, úgyhogy Zsófia jöhet is, aki egyébként egy grófnő, és elég ügyes. Hát nem elég ügyes, amúgy 8-as, de... Vagy legyen inkább 15-ös sugárka. Ő, ő nem erős vazallus, amúgy ő Zsófia hercegnő. Sugárka az, aki grófnő, de ő jobban teljesítene itt, kétszer jobban, mint Zsófia. Jó, legyél te. Nyertél, meggyőztél, csináld a dolgod. Itt nyerjük a csatát szerencsére. És túl kevés a lovagunk. Közben vereséget szenvedtünk, tehát Grand Prince Yemelan is Csernigov, vagy micsoda, igen, megszerezte semmit. Tehát ez ő volt a védekezőben ebben a háborúban. Na most viszont ez a ez, ez, ez aggaszt hogy van neked az öröklésed, Dutchy of Novosil? Hát nem jó, nem jól. És nem tudom egyre megnézni, hogy hogy tudok rá hadat üzenni, mert ezt a háborút ugye először meg kéne nyernem. De nagyon hadat kéne üzenni aznak a kisrácnak. A sudden shock. Ö, csatázok éppen, de biztos, hogy csatázok. Én annyira nem szeretnék csatázni. Nem is csatázok. Ö, a lovam az kezd megőrülni, úgy látszik. Ö, Megpróbáltam megnyugtatni, 35% az esély, hogy sikerül, és 65% hogy megsérülök, és az pedig, hogy, hogy, a, hogy a, megpróbálok leugrani róla, az 12 stressz és 35 hírné vesztés. Viszont most, ha szerepjátékozni akarok, akkor azt mondom, hogy mivel arrogánsak vagyunk, ezért úgy vagyunk vele, hogy úgy is meg tudjuk állítani a lovat. Úgyhogy azt mondom, hogy próbáljuk meg. Legyen ez, a, ez az esély, ez, ez nekem tetszik. 35% az esély, hogy 100 Marshall Lifestyle és Experience Rider, viszont 65% hogy megsérülök. Uh, nem, nem sikerült, megsérültem. Nem. Közben megvan az ostrom. De azonnal meg is gyógyított a, a, az udvaroncom. Az nem semmi, és mehetünk egy csatába. De lehet, hogy le kéne zárni ezt a háborút mégiscsak. Mert... Uh, mert ezt a háborút fehérbékével, mert szeretném Novoszilt vissza egyengetni itt a kis területemre, mert hogy a magyar, a, milyen királyság, a lengyel királyság alá tartozik papíron, és szerintem ezzel hadat tudok neki üzenni. Itt újabb öt hónapos ostrom, meg újabb két hónapos ostrom. Az, hogy két napig voltunk sérültek, az nekem olyan abszolút jó. Ez nekem nagyon tetszik. Miklóskának lassan adni kéne amúgy területet, hogy kezdjen el is szerezni. Ha esetleg kapunk itt egy, egy új, vagy nem ebben, ta, talán ezt Trigovistét ugye megvédjük, és akkor Trigovisztét oda tudom neki adni területnek. Talán. Meglátjuk. Megvan az egyik ostrom, mehetünk a főváros ostromol, nem mehetünk még a főváros ostromolni. Megint összeszedte a seregeit. Jó, remek móka lesz szereztünk-e embert? You can ask your head of faith for gold. Yes. A gold az elég sok mindenre jó. Megjelentek a katár eretnekek, ami nem tudom, nem tudom mi a magyar neve, a Brötanyban, és ha akarunk, akkor átállhatunk hozzájuk, de nem akarunk. Úgyhogy ne, ne, ne tegyük meg. A pápa például támogat minket, ugye, mindenben is, és a katolicizmus egyébként nagyon gyenge ebben a játékban. Meg is van a, borgo, a war score 100 kapunk 41 aranyat, nagyon megérte. Így, né? És akkor mindenkit diszbandolunk. Szóval a katolicizmus nagyon gyenge ebben a játékban sajnos. Na figyelj már öcsi, 2500 katonát van. Mit tudok elkérni? Hát nem sokat egyébként. Még ezen a legnagyobb a De Jure daci. De ezek közül egyet tudok, ugye ezt a nagy területet elkérhetném tőle. A többi... A többi nem igazán működik. Ezt megpróbálhatjuk visszaszerezni. Ezt, ezt még akár nagyjából adnám is. É, jó, ugye ez, ez nem sokáig tartozott Magyarországhoz ez a rész. De most ezért elmegyünk és a tud majd később esetleg visszaszerezzük. Jó, itt fel is állítom újra a hadsereget. És azonnal megyünk arra hogy bevegyük a fővárosát. Ez lesz a prioritás, és megint csak nem én akarok lenni a vezetőnek az egész bulinak, hanem ez a lovagom, aki bátor, az a neve, hogy bátor, és egyébként Siege FaceTime minusz 30 ami nagyon szuper. Még esetleg azt lehetne megtenni, hogy ketté ezt a sereget, ahogy az előbb is volt, és az egyik osromlunk. Tehát te ide kirakjuk a saját helyemre berakjuk a... Nem, először ezt kell lecserélni rá, Pongrácra. És a másik seregnek pedig odaadni az ostromoló embert, aki jó az ostromban. És akkor ti mehettek is annyi, hogy még a lovagokat, azokat mind odaadhatjuk neki. Split of a new army. Az onnagerek itt maradnak, akkor csak a lovagokat dobjuk át neki. Ú, uh, Miklós Árpád ott van? Őt nem kéne feltétlenül engedni, hogy harcoljon. Na mindjárt megoldom. De mondhatom azt, hogy a Miklós Árpát helyett. Hol vannak? Itt van Nights, Szóval, hol a fiam? Hol az én egyetlen drága örökösöm? Ott van, Ni. Forbid. Biztos, hogy nem fogsz menni háborúba, hülye gyerek. Jézusom, nincs az Isten, hogy te háborúba menj. Még ilyet, uh, és akkor igen, ti is kijöttök, nem, ti maradtok. Így, ti maradtok ostromolni, és a többiek addig csatázgathatnak. Ja, ott jön egy erősítés, meg egy utánpótlás. És akkor most ebben nincs benne, igaz? Nincs. Jó, 12 lovag van benne. 12, jó, oké, szuper. És azt mondja, hogy nagyon kikapok, de én nem hiszem egyébként, hogy annyira kikapnék. HIGHER QUALITY, MORE ARMY COMMANDER TRAITS, BETTER ARMY COMMANDER, MORE MERET ARMS COUNTER A meret arms counterok lehet, hogy számítanak Milyen Counterjeid vannak? Ú, uh, Elég sok counterja van amúgy Oké, okay, akkor meggondoltam magam Próbáljunk meg így elmenni És azzal a sereggel Találkozni Igen, a meret arms counterok azok számítanak Úgyhogy én is lehívok Valahol van nekem meret arms Vagy meret Itt nincs itt van, aha, heavy infantry. Na most nekik, amiük van, az ez a skirmisher. A skirmisher ellen azt hiszem a lovassága, jó? Ez a light footman a skirmishernek számít, és light horseman az archerek ellen jó. Akkor a heavy? Spearman. Ki ellen jó a skirmisher? Vagy a skirmisher ellen ki jó? Bowman, az íjászok. Oké. Okay. Azzal együtt tudok élni hozzunk le belőle kettőt, és amíg ezek nincsenek kész, addig ne is bocsátkozunk csatába. Addig itt őrizzük ezt a sereget. És akkor le lehetne itt rézelni őket. Megint csak nem én, hanem te. És jöjjünk itt ki. Ah, nem, nem, így. Így. Né. Kicsit körbe. Nyugodtan kezdjen ott ostromolgatni, ha ehhez van kedve. Mi esetleg megpróbáljuk elkapni azt a sereget, mert az ellen viszont valószínűleg jól fogunk teljesíteni. 22 sajnos nem szereztem jó emberkét. Aha, na őt kéne most elkapni. Miközben ti bejöttök ide. Itt pedig zajlik egy ostrom. Ha erre rátam vannak, akkor abból lesz gond. de nem támadnak rá, próbálja erősíteni ezt az egységet, vagy utánpótolni ezt az egységet, ezt a sereget. Őt el kéne kapni. Oké, most az belokkol oda. Nem sokára. Mikor lokkol? Már belokkolt? Franc, lemaradtam róla. De ez egy jó csata lesz itt, szerintem. Még ezeket kell beegyengetni ebbe a seregbe. Vagy legalábbis mellé rakni, rakni egyelőre. You have gained a Manipulation hook Miklós Árpád. Oh! A könyök köszönhetően. Nagyszerű. A fiam ellen kaptam egy ilyen hukot. Uh, ez a sereg nem támad végül itt, hanem felmegy éjszakra. Ezt a viszont megnyerjük. Úgyhogy ti jöttek akár ide. Ja, úgyhogy nem is... Oh, nem is jó helyre vittem. Mert uh, itt van már az a sereg, aki mögé próbáltam elrejteni. Mindegy. It's fine. Te oda, te oda, és akkor ha itt megállunk, és összesítjük az ereinket, akkor az már jó lesz. Racibort, ha elkezdi visszaostromolni, az nekem nem oszt, nem szoroz, mert, hogy... Uh, vidék, meg Alföld, meg mit tudom én. Biotomba menjünk. És talán most már ez a sereg elég jó lesz így lehetne jobb is. De talán elég jobb lesz így, hogy, vagy elég jó lesz így, hogy esetleg felvegyük a harcot ezzel a sereggel. Még nem akarom feltétlenül, hogy csak kihozom ezt innen, hogy valamennyire töltődjön vissza baráti területem, mert most nem tudom töltődik ez szerintem nem, csak baráti területen. Közben a növéremet ejtették. egy frakció megszűnt, lemészárolták az egyik mazóviának az urát, oké, okay, para, Refit Parthian Tactics, Light Cavalry, Heavy Country, Skirmisher, Damage, Hit and Run, Spearman Toughness, Archer Damage, ez jó lesz. Most elég nagy csaták, leszünk. És most szerintem mennyien vagyunk? 100 és 105. A, próbáljuk meg, nézzük meg mit mond a játék. Már nem biztos annyira az ellenség győzelmében. Hogy egyelőre csak álljunk be Ó, oh, hogy ennek közvetlenül oda mész. Akkor semmi, akkor támadj. Persze. Súr. Sure. Ó, oh, ez nem néz ki jól. Jó, ez kicsit, ez kicsit meggondolatlanul mentem ebbe bele ebbe a csatába. Visszavonulunk. Vesztettünk némi Worskort. De egyébként rendben van. És uh, Mihály polgármestert lemészárolták. polgármestere nincs egy jobb szó. Mert uh, a polgármester az nekem olyan modern szónak érződik, nyilván nem az, tehát akkor is voltak már, de nem hívtak más, hogy a középkorban, a középkori Magyarországon a polgármestereket. Na megtudtunk egy titkot. Miklós nem a mi fiunk, micsoda! Alajosé! No! No! It's cannot be! Tehát ami történt, az, hogy mindenki megutált mindenkit. Király. És Meyer Ala Alajos is. Uh... Ó, de nem igaz, hogy egy fiam van, is annak is diszpütő a heritage-e. Tegyünk úgy, mintha ez meg se történt volna. Istenem. De hogy amúgy nem tudok másik gyereket nem zeni. Ja nem, van másik fiunk is, Gyula. Akkor viszont. Ő simán. Őt simán disinherit-elhetném, nem? Az ebben, hogy ilyenkor nem engedi meg a játék, tehát van ilyen opció Kéne, hogy legyen ilyen opció, hogy disinherit meg ilyesmi De nincsen Pedig ugye van bizonyítékunk rá, hogy az Hogy az nem a mi fiunk Ott... valami uh, lázadók vannak Hát mondjuk őket nem nekem kell megverni annyira Feltétlenül Na, ah, most megkapta a fiam ezt a Disputed Erity-t, House Opinion-10, Diplomacy-1, nem a legrosszabb módosító a játékban, de azért örülni nem örülök neki. Főleg, hogy nem viszi tovább az Árpád géneket ezek szerint, hanem valami Randónak a gényeit viszi tovább. Bár szerintem hasonlít rám amúgy. Szerintem jobban hasonlít, mint a Mérre. Én én, 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 én nem hiszek neki. Bizánc már nem a szövetségesünk, Franco. Szóval én nem hiszek neki, ennek az illetőnek. Szerintem ez a gyerek az én fiam. Kész. Slusz passz. Princess can be ransomed, kont matul, akár kicsoda, 50 aranyért. Az nem változott a warscore szerintem. Mert ő nem fontos ilyen szempontból. Na ő most hova megy vajon? Meghalt a testvérem Zsófia. Oh no! Building competence. Uh, tanulhatunk uh, Bátor Obus gróftól az építkezésekről, már mint a, az ilyen hat szintéri építkezésekről, és akkor becomes your mentor, megpróbál megtanítani, a, a military engineeringre, vagy pedig uh, ezt ráhagyhatjuk a generálisokra. Uh, tanuljuk meg, bár nem fogom használni, hiszen ugye én seregben nem veszek részt. Nem vezetek sereget egyáltalán, mert félő, hogy meghalok. Úgyhogy ez egy nem, nem opció. Oké, okay, vegyük vissza azt veletek. A helpful warning. A besenyők küldtek üzenetet, hogy... Gyug uh, Domavúj, tehát Domavuj Gróf... Szerette volna, hogy segítsük, vagy hogy ők segítsék a plotját ellenem. De hogy? Ez egy gyerek, ez nem tud plotolni. Hát megkérdezem, hogy mizu ezzel donavúj vagy, hogy hívnak téged? Hogy tudsz te plotolni, mikor gyerek vagy, ha? Vessel killed in siege. Üff. Csúnya. Ö, azt az csak felháborodik rajta. És azt mondja, hogy ő mindig, mindig szorgos és lojális emberünk volt. Ö, erre mondhatom, hogy hát persze, hogy ne. És akkor kevesebb pénzt kell fizetnie, mert hogy így próbálom kiengesztelni. Vagy pedig mondhatom neki azt, hogy... Ugye alapból már le fog menni a 20 véleménye rólam, hogyha erre kattintok, és lesz egy Diplomacy Challenge, ami 66% az esély, hogy csak veszitek 150 prestiget, viszont 33% az esély, hogy minden vazallusom kicsit megutál, és 72 stressz szerzek. Jézusom, ez stressz, hát próbáljuk meg. Jó, uf, sikerült meg. Mi? Nem sikerült meggyőzni? Miért visszerettem stresszt is? Uh, menj, igen, adakozzunk a szegényeknek. Adakoztam a szegényeknek, bár annyit nem segített egyébként, úgyhogy még tartanom kéne egy fisztet, ami levisz újabb 36-ot. Nem árt nekem most egy kis, kis buláj. Közben még szépen olgatjuk le az ő területeit. Feast, the high table breaks. Oh no. Szóval, az történt, hogy annyit táncoltak az asztalon, hogy az asztal megadta magát, és összeomlott. És ezért muszáj voltam a, a, a alsóbb nemesek közé berakni a nemeseimet, a magas nemességet. És ennek nem annyira örülnek. Countess Amália kifejezetten meg van miatt a sértődve. Viszont Countess Katalin kifejezetten jól érzi magát, és tudtam vele beszélgetni dolgokról. És ezért a barátom lett. Jééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééé Katalin grófnő a barátom lett. Az biztos jó valamire. A friendship. Igen, még jobban barátok lettünk. 30 vélemény 10 évre. 150 perc kaptam. És, és véget is ér ezzel a lakoma. Mindenki 20 véleményt kap rólam. Ami egész jó üzlet. 20 vélemény, meg... Még voltak egyéb dolgok is. Ú, uh, azok, azok elég nagyok lettek az a baj, ezek nem is ellenem lázadnak, és nekem kéne mégis megverni őket. Igazságtalanság. Itt nincsen vezető? Meghalt a vezetőtök? Hát ez több, mint szomorú. De most már akkor ezt így visszük tovább. Ha ezt az ostromot megnyertük, talán átmehetünk ide. Ez elvileg nem erős, de ez egy elég erős sereg. Ahhoz képest. 63%-on vagyok. Két hónap van hátra ebből az ostromból, ez az ostrom megvan. Megöljük őt, aki valahogy 300 emberrel tud ostromolni, ne is kérdezzétek. És amint megvan ez az ostrom, visszajövünk ide, de úgy érzem, ezt az ostromot előre kell kezdenünk majd. Uh, hát nem ideálisan játszom, az biztos ezt a játékot. Kik vannak benne ebben senkik. Most már nincs olyan frakció, amiben. ú, uh, elmenekül, hál Istennek. Szóval, amiben ténylegesen. Uh, vazalusan benne lenne, csak területeken vannak emberek. No man At Arms! Ez, egy, ez nagyon talpas sereg lett, amit itt összeraktam. Ha minden igaz, akkor itt csak az ostrom, Ostromlók az a menetármzók, az ostromgépek, bizonyám. Szereztünk egy kombatantot, ami azt jelenti, hogy megint szerezhetünk egy csomó pénzt, amennyiben... Ez, megint elkaptuk, ez az öcsi, ez már másodszorra szerepel itt a listán. Egyszer már kiengedtük 50 aranyért. Szerintem egyszerű benne kifizetni a következő kiengedés összegét is. Arra kell figyelni, hogy tényleg ne legyen olyan, ami érinti a war ezek között a, az emberek között. Az a vazalusz, vagyis az, a, az ersz, tehát az utód szokott le, lenni olyan, ami, uh, ami, ami növelheti a warscore meg, a, meg hogyha maga, magát a királyt kapjuk el, bár akkor azt hiszem alapból véget ér a háború, hogyha elkapjuk a királyukat. Növekedett a splendorja a dinasztiánknak, tudjátok, aminek a hírét ez a Miklós viszi tovább, de szerintem hasonlít rám. Én, én én, hinni akarok, mert a szakála is van, most mégiban hasonlít rám. Sister taken Prisoner. Lanka. Hát ez szomorú. Egy kedves szó. Találkoztam Pál uh, polgármesterrel, és uh, úgy tűnik, hogy uh, nincsen jó véleménye Katalinról. Pál a barátom? Ugye nem a barátom, Pál? Nekem csak egy barátom van, Katalin megpróbálhatok uh, változtatni a, a, gondolkodásán. 67% az esély, hogy sikerül. Ez nekem tetszik. Uh, van esély rá, hogy nem. De sikerült. Mindenki jobban szeret mindenkit, és veszítettem 12 stresszt. Szerintem tökre megérte. 93%-on vagyunk. Nem akarok csatázni ezzel a sereggel, azzal a sereggel, úgyhogy csak simán beállok ebbe az ostromba. Majd ha ez elkészül, bár szerintem ha ez az ostrom megvan, akkor utána végeztünk a háborúval. Remélem. Mi van még itt? Children of the Guardians. Oh -oh. Piroskának kiadjuk Adelgrim-et, aki elég jónak tűnik statok alapján. És uh... Adelgrim a vigye másik gyereket is, ezek mind lányok, szóval annyira nem számítanak. Cutted branch. Rózsa? Rózsa bekérte magát a tanácsba. Mi, 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 mire fel? Neked is volt rám húkod? Ez annyira rossz, hogy azt hiszem nem írja ki. Most majd visszatekerhetetek, megnézhetitek. De szerintem nem írja ki, hogy ezt a húk, ez a húk miatt történt. Szerencsére olyan helyre kérte magát, ahol viszonylag kompetens, és ahol uh, amúgy is olyan ember volt, aki nem a vazalusom. Viszont titeket kicserélnélek, akkor az sokkal jobban működhetne. Swap. Mert 12-10, így pedig 12-13. Szóval, ja, ideális. 99%-on vagyok, mert miért ne? Hogy ne? De most már meg lesz az ostrom. Vagy ez a háború. 100% fel is kattogott a Warscore miatt. Úgyhogy megküldöm a Dimandot. És ezzel, hát szereztem vissza a területet, de nyilván nem az összeset. Tehát itt ez, ez, ez itt kimaradt. Ez a kettő. Úgyhogy ezért majd megint indítani pár háborút még két háborút ha minden igaz. Ez két jure háborút kell indítani. -e? Hát jó, most akkor legyen egy kis nyugis időszak. Most elég sokat háborúztunk. Most lehet nem kérek a, a pápától pénzt, mert most elég sok pénzem van, és pályati viszont elég alacsonyan van. Tartsunk inkább egy misztikus kommuniont ami 300 learning. Nem, még egyszer ezt. Ha tartanék még három ilyet, akkor tudnék venni egy pontot a learningben. Tehát most ugye vagyok itt 300-on, még tartanék kettőt, akkor eljutnék 1200-ig, és tudnék venni egy pontot. Gyakorlatilag ingyen. Court Physician, War Skill, Cultural Fascination Progress, Clergy Opinion, egyik se túl hasznos egyébként. Úgyhogy nekem ne, ne tartsunk ilyen Holy mert ez is. ez is Pajatibe kerül, és a Pajatiból elég kevés van, és kevés is marad, amíg nem tudok elmenni. A. megint a Szentföldre. Sister Release lankát kiengedték. A neighboring Ruler Lost War. A horvát király háborút vesztett a német-római császár ellen. Ha. Huh. Érdekes. Na, én merre tudok támadni? Giurgi meg tudom támadni most? Ezek a holivorok, -ok, ezek működnének. Csak ugye mondtam, hogy ezeket utálom. Paragon of Virtue-nak kéne még elérni, amit viszont... Igen, ez az, hogy állandóan költöm a pályat itt. Szóval egy hamar az nem fog megtörténni. Itt a Hollywood War for Dacia az már segítene. Tehát az működne Buzau felé. És Buzau nekem így földrajzilag így fekszik. Hát amúgy fekszik valamennyire, létrehozhatnám itt ezt, vagy létre van hozva? Nem, nincs létrehozva, de létre tudnám hozni, hogyha, hogyha ez a kettő is meg lenne, ez viszont nem. Úgyhogy uh, akár mehetnénk is háborúzni. Az érdekel először, hogy mennyire utálnak most a vazalusok, hogy sokat háborúztam. Offensive War minusz 8, az annyira nem is rossz. És közben szeretné, hogy kiengedjem ezt az embert. súr. Sure. Szóval azt hiszem, hogy belekezdünk egy újabb háborúba, itt Buzau felé ezt bevesszük, és akkor megint kicsit kiterjeszkedtünk ebbe az irányba. Aztán majd el kéne kezdeni újabb szövetségeket kötni, mert jelenleg, ah, mégiscsak megvan még a bizánci szövetség, hiába mondta azt a játék, hogy nincs meg. Akkor nem kell. Megvan a bizánci, megvan a német-római, életcsászalai vagyunk. Hanem majd oda megyünk, aztán amint lejár a békénk itt, akkor ide megyünk. Annyit tudok ezen segíteni, hogyha ráállítom a rózsa hercegnét, hogy inkább a domestika felhelyet forint felre fókuszáljon, akkor van rá esély, hogy lecsökkenti a béke idejét. Tehát azt mondja, hogy oké, akkor megtámadhatod, mert mégsem tehát lejárt a béke, kész, plusz passz, És ezt én nagyon szeretném. Úgyhogy ennek megfelelően folytjuk a következő részben. Köszönöm szépen a figyelmet, találkozunk majd akkor. Sziasztok!